Felnőtteknek és fiatal felnőtteknek hirdett versíró pályázatot a Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár a Költészet napja alkalmából. A verseny már elindult, a szervezők egészen március 27-éig várják az alkotásokat e-mailben. 14 év fölött lehet jelentkezni, és 3 verset lehet küldeni. A verseket majd szakmai zsűri fogja értékelni, lesz egy sorrend, és lesz ennek a pályázatnak, illetve a beérkezett műveknek egy bemutatója is, eredményhirdetéssel egybekötve. Ezen a bemutatón fogják előadni egy előadó művész, Rubányi Anita a verseket, minden nevezőnek a verse be fog kerülni ebbe a műsorba, és a pályázatos verseket színesítik majd Kovács Gábor muzsikus megzenésített versei a magyar irodalom klasszikusaitól. A versek témái szabadon választhatóak. Pont azért, hogy minél kevesebb korlát legyen, hogy minél többen nevezzenek a versenyre, ezért nem szabtunk meg így külön témát, mindenkinek a saját tetszése szerint küldhet be verseket. Az ötlet az onnan származik, hogy volt tavaly egy kiállításunk a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium diákjainak, és ott figyeltünk fel rá, hogy igen sok olyan diák jár az iskolába, aki szívesen írogat verseket. Ezen a kiállításon a kiállítási anyag egy jó nagy részét azok a versek tették ki, amit a gimnázium diákjai készítettek, írogattak, és az ő ügyességüket és szép írói tudásukat látva jutottunk el arra a felismerésre, hogy talán lenne igény egy ilyen versíró pályázatra, illetve szintén tavalyi fejlemény, hogy megalakult Szekszárdon az I. és Gyula megyei könyvtárban egy írói kör, Kaposi Ildikó vezet, és ott is nagyon sok fiatal író bontogatja a szárnyait, és onnan is már érkeztek jelentkezések a versíró pályázatra, így nekik is szól ez a felhívás. A programból az általános iskolások sem maradnak ki, számukra versmondó pályázatot hirdettek, amire már szintén lehet jelentkezni.